Idén ez jogi tudományos tanácskozás, tehát nincsenek szakfordító gyakorlatok, illetve nyelvhasználati technológiai előadások. A tapasztalat pont azt mutatta, hogy igény van arra, hogy ezt a két területet külön válasszuk, és igény van arra, hogy minél több jogász megszólítsunk a környezetünkben, mondta többek között a palicsi konferencián Beretka Katinka, a Magyar Nemzeti Tanács hivatalos nyelvhasználati tanácsosa. Emplényi Kata Brüsszelből érkezett a palicsi konferenciára, az Európai Parlamentben Gál Kinga a fideszes európai parlamenti képviselő munkatársaként a kisebbségi munkacsoportban dolgozik. Azt mondja, hogy az EP-ben nagy a tudatlanság a különböző országokban élő kisebbségekkel kapcsolatban, így Brüsszelben olyan képviselők is vannak, akik abban a tudatban élnek, miszerint a vajdasági magyarok a közelmúltban érkeznek ebbe a térségbe. Teljesen mást értenek kisebbség alatt Nyugat-Európában, mint egy Kelet-Európában, vagy Európának a másik felén. Hiszen a bevándorló kisebbségek versus régi kisebbségek. Akár csak probléma az, hogy minden kisebbség helyzete más és más, minden nyelvi közösség helyzete más és más, ezért nagyon nehéz erre egy olyan választ adni, amely mindenkinek kielégítő lehet, illetve az a nagy probléma, hogy össze szeretnék mosni az antidiszkrimináció, csak szimplán a diszkrimináció ügyével a kisebbségvédelmet, amely kisebbségi közösségek számára nem ajánl fel megfelelő védelmet. A konferencia munkájában a Magyar Tudományos Akadémia Kisebbségkutató Intézetének tudományos szakmunkatársa is részt vett. Vasa Ágnes a szlovákiai kisebbségi nyelvhasználatának kérdését mutatta be. Szerinte Szlovákiában két irányú nyelvpolitikai törekvés van. A szlovák nyelvtörvény is szeretné a kétnyelvűséget egyrészt kötelezővé tenni, viszont úgy, hogy ezt ennek hiányát bünteti, viszont ez nem jó módszer erre, illetve nem tesz kötelezővé olyan lépéseket, amelyek ezt úgymond kikényszerítenék egyrészt a hatóságoktól, másrészt pedig a magán szférában. A ma véget ért kétnapos jogi nyelvhasználati konferenciát a Tartományi Oktatási Közigazgatás és Nemzeti Közösségi Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács közösen szervezte.